mennyei király, igaztalod, igazságnak lelke, ki mindenütt jelen van, és mindeneket betöltesz, minden jónak út feje, és az életnek megadója, jöjj el és lakozzál mi bennünk, és tisztíts meg minket minden szenttől, és üdvözíts jóságos, amire áldott az Atya és Fiú és Szentléleknek országa, most is, mindenkor és rökkön örökké. Amen. Békességben könyörögjünk az Úrhoz. Uram, hírvallás. A mennyei békért és lelkünk üdvösségéért könyörögjünk az Úrhoz. Uram, hírvallás. Az egész világ békességért, Isten szent egyházainak jólétért és minnyájunk egyesítéséért könyörögjünk az Úrhoz. Uram, hírvallás. Ezen szent hajléket, mindazokért, kik ide hittel, buzgósággal és Isten félelemmel járnak, könyörögjünk az Úrhoz. Uram, hírvallás. Szentséges főpásztorunk Ferenc pápáért, Isten szerető Milán és Nílus püspökeinkért, a tisztes áldozó papságért, a Krisztus szerinti segédlő papságért, az egész egyházi rendért és a népért könyörögjünk az Úrhoz. Uram, hírvallás. Ezen községért, minden városért, községért és vidékért, csak azokban lakó hívekért könyörögjünk az Úrhoz. Uram, hírvallás. A levegőnek kedvező mérsékletért, a föld terményeinek bőségért és békességes időkért könyörögjünk az Úrhoz. Uram, hírvallás. A hajózókért, utazókért, betegekért, fáradozókért, foglyokért, csezek szabadulásáért könyörögjünk az Úrhoz. Uram, hírvallás. Hogy mentsen meg minket minden aggódástól, haragtól és szükségtől, könyörögjünk az Úrhoz. Uram, hírvallás. Oltalmaz, ments meg, könyörülj és őrizd meg minket, Isten, a te kegyelmeddel. Legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső királynénkat, az Isten szülő és mindenkor szűz Máriát minden szentekkel együtt említvén, önmagunkat egymást egész életünket, Krisztus Istenünknek ajánljuk. Néked, Uram! Mert téged illet minden dicsőség, tisztelet és imádás, Atya és Fiú és Szent Lélek, most és mindenkor és örökkön örökké. Dicséreted a te nevednek, a
ismét és ismét békességben könyörögjünk az Úrhoz. Rám írgálás! Öltalmaz, ments meg, könyörülj és őriz meg minket, Isten, a te kegyelmeddel. Rám írgálás! Legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső királynénkat, az Isten szülő és mindenkor szűz Máriát minden szentekkel együtt említvén, önmagunkat egymást egész életünket, Krisztus Istenünknek ajánljuk. Mert tied a hatalom, tied az ország, az erő és a dicsőség, Atya és Fiú és Szent Lélek, most és mindenkor is örökkön örökké. Amen. Könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg minket, derítse fölnek az ő orcáját, és könyörüljön rajtunk. Üdvözíts minket, Isten fia, ki halottaiból föltámadtál, énekelünk néked. Alleluja, 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 hogy megismerjük a földön utadat, minden nép között a te szabadításod. Hallottaidból föltámadtál, énekelünk néked. Alleluja, alleluja, alleluja. Adjanak neked hálát Isten a népek, adjon hálát minden nép. Üdvözíts minket, Isten fia, ki halottaidból föltámadtál, énekelünk néked. Alleluja, alleluja, alleluja. Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szent Léleknek, most és mindenkor, s mindörökön, örökké, amen. Istennek egy szülött fia, fia, és igéje, kihalhatatlan vagy, és a mi üdvösségünkért, üdvösségünkért, a Szent Isten szülő, s mindenkor szűz Máriától, szűz Máriától. Krisztus Istenünk, legyőzte halállal a halált, ki egyiket adja Szent Háromságnak, az Atyával és Szent Lélekkel együtt dicsérendő, üdvözíts minket. Bölcsesség, igaz hívők! Gyertek, imádjuk Krisztust, és boruljunk előtte. Üdvözíts minket, Isten fia, ki halottak.
kislak, szentebb testet katonák által őriztetett. Mégis föltámadtál harmadnapon üdvözítünk, ajándékozván életet a világnak. Az őrtó életadó a mennyei erő, kiáltják néked, dicsőség a te feltámadásodnak, Krisztus. Dicsőség a te uralkodásodnak, dicsőség a te gondviselésednek, egyetlen ember szerető. Mert szent vagy te, mi Istenünk, és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most is mindenkor is rökkön örökké. Amen. Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan, írgalm az égünk, szent Isten, szent erős, szent halhatatlan, írgalm az égünk, szent Isten, figyelmezzünk, békesség minnyájatoknak, bölcsesség figyelmezzünk. Legyen rajtunk, Uram, a te hírgalmad, amint benned bízunk, amint benned bízunk. Bölcsesség, Szent Pál apostol efezusiakhoz írt levelének olvasása, figyelmezzünk. Atyám, fiai, gondosan ügyeljetek tehát arra, hogyan éltek, nem mint esztelenek, hanem mint bölcsek. Jól használjátok fel az időt, mert rossz napokat élünk. Ne legyetek tehát ostobák, hanem értsétek meg, hogy mi az Úr akarata. Ne részegedjetek le a bortól, mert abból erkölcstelenség fakad, inkább teljetek el lélekkel. Magatok között zsoltárt, szent dalokat és lelki énekeket zengjetek, énekeljetek és zengedezzetek szívetekben az Úrnak. Adjatok tehát hálát mindenkor mindenért, ami Urunk Jézus Krisztus nevében, az Istennek, az Atyának. Bölcsesség, figyelmezzünk! Halleluja! Bölcsesség, igaz hívők, hallgassuk a Szent Evangéliumot, békesség mindnyájatoknak. És a te lelkednek. Szent Lukács evangéliumának olvasása. Dicsőség néked, Uram. Figyelmezzünk, mondta az Úr ezt a példabeszédet, egy gazdag embernek bőséges termést hozott a földje. Akkor így gondolkodott magában, mit tegyek, nincs hová gyűjtenem a terményemet. Majd ezt mondta, ezt fogom tenni, lebontom magtáraimat, nagyobbakat építek, és oda gyűjtöm minden termésemet és javamat. Azután azt mondom lelkemnek, lelkem, van sok javad, sok esztendőre eltéve, nyugodjál, egyél, igyál, vigadozzál. Az Isten azonban ezt mondta neki, esztelen, még az éjjel számon kérik tőled lelkedet,
ki lesz mindaz, amit felhalmoztál. Így jár az, aki kincset gyűjt magának, és Istenben nem gazdag. Amikor ezeket elmondta, hangosan így szólt, akinek van füle a hallásra, hallja meg. Dicsőség néked, Uram, dicsőség néked. Krisztusban, kedves testvérek! November 15-e óta készít bennünket az egyházunk arra, hogy méltóképpen ünnepeljük meg a karácsonynak a szent ünnepét. És ahány vasárnap annyiféle módon közelít az ünnephez, annyiféle módon próbál bennünket rávezetni arra, hogy miképpen érdemes ezt az ünnepet megünnepelni. A mai vasárnapon elsősorban az egyensúlyról szól nekünk az a példabeszéd, amit Jézus Krisztus mond el ebben az evangéliumi szakaszban. Arról az egyensúlyról szól a dolog, ami az embernek a saját életéhez hozzá tartozik. Gyermekkori tanulmányainkból, vagy akár újságból, tévéből, rádióból tudhatjuk, hogy elképzelésünk szerint az ember test és lélek. Test és lélek, aminek mind a kettőnek megvan a saját maga igénye, mind a kettőnek megvan a saját maga szükséglete. És amikor egyensúlyban van ez a kettő, akkor jó felé halad az életünk. Ebben a mai evangéliumi szakaszban azt a részét látjuk ennek az egyensúlynak, amikor kitolódik az egyik véglet felé. Nyilván látjuk, hogy melyik ez a véglet, az anyagi javaknak a felhalmozásához kapcsolódó véglet, és azt mondja Jézus Krisztus, hogy ez egyáltalán nem jó. Azt mondja az evangéliumnak a szava, hogy így jár az, aki kincset gyűjt a földön, de nem gazdag az Istenben. Valahogy hiányzik ez az egyensúly az életéből. Mi most karácsonyra készülünk, és a karácsonnyal kapcsolatos az az egyensúly, amire most törekszünk ebben az évben is, és ez az egyensúly nagyon szépen megjelenik karácsonyi készületünknek a hogyanjában. Ha belenézünk a tévé képernyőjébe, vagy olvassuk az újságot, vagy akár kimegyünk, teszem azt Beregszászba, látjuk, hogy a készületnek az egyik fele az nagyon-nagyon hangsúlyos. Nyilván nagyon hasonló ahhoz, amit itt az evangéliumban látunk, mert az embernek megvannak azok a testi igényei, amit ezek a testi készületek próbálnak megelégíteni. Mire gondolok? Novembertől elkezdődik, november közepétől, ami böjthöz hasonló készületünk, a bűnbánati időszakunk, és nagyjából ugyanebben az időben elkezdődik a karácsonyra való csillogásos készülődés. És amíg ezzel vagyunk elfoglalva, addig nagyon szépen tudunk készülni a testi oldalára ennek az ünnepnek, de valahogy a lelki oldala hajlamos ebben az időszakban elsikkadni. Ezért kéri az evangélium, és ezért kéri az egyházunk is ezzel a sok-sok szentírási szakasszal, hogy találjuk meg azt a középutat, ahol nem csak a testünknek, hanem a lelkünknek is a szükségleteit el tudjuk rendezni. Mire van szüksége a lelkünknek? Kérdezhetjük. Hát valamiképpen pont az ellentétére annak, amire ez az ember itt az evangéliumi szakaszban vágyik. Mire gondol? Jó lesz nekem majd később, ez az egyik része. A másik, jó lesz nekem majd testileg. Ahhoz, hogy a keresztény gondolkodásunknak a másik oldalát is kicsit megvilágítsuk, szükséges, hogy ennek a kettőnek az ellentétét egy picit bemutassuk. Jó lesz nekem majd később. Majd, amikor a csűröm felépül, és majd oda teszem minden vagyonomat, és akkor majd eszek, iszok, vígan lakozok. Jó lesz nekem majd később. Mi van velem most? Kérdezhetjük meg saját magunktól.
Amikor ünnepre készülünk, amikor karácsonyra készülünk, akkor benne van a lelkünkben, hogy milyen jó lesz majd, amikor végre vége az összes készületemnek, és majd leülök, és akkor majd boldog leszek. Karácsonykor. És eljön a karácsony, végre elkészültem mindennel, leülök, és érdekes módon nem mindig azt érzem, hogy hú, most mennyire boldog vagyok, hanem inkább azt érzem, hogy végre vége van a készületnek, és most már nem is boldog, hanem legfeljebb csak elégedett vagyok. Amikor készülünk a karácsonyunknak az ünnepére, nagyon-nagyon fontos, hogy szem előtt tartsuk a jelent. Mert ugyanúgy, mint ahogyan ez az ember a jövőre készül, és azt mondja, majd akkor leszek boldog, elfeledkezik arról, hogy már most boldog tudok lenni. Mire gondolok? Karácsonyi készületünkhöz hozzátartoznak azok az apróbb vagy nagyobb események, amikor valahogy családi körben, vagy éppen az ismerőseinek a körében, a másik emberrel való kapcsolatunkban készülünk erre az ünnepre. Milyen jó volt az régen, amikor családok összejöttek és együtt készültek az ünnepre. Amikor még együtt laktak nagypapa, nagymama, szülők és gyerekek, és megvolt ez a családias előkészület. Akinek gyermeke van, az tudja, hogy ha a gyermek segít, akkor kétszer-háromszor annyi ideig tart a munkánkat elvégezni, mint hogyha nem segítene. De gondoljunk arra, kedves testvérek, hogy ez a segítség egyben a gyermekünkkel töltött idő is. Egyben a családtagunkkal töltött idő is. Annak a boldogságnak az ideje, amire nem kell várni, hanem már itt van velünk. A lelki készületünknek az egyik része tehát, hogy nem a jövőben várjuk a boldogságot, hanem észreveszünk azt, ami már itt van. Ez nagyon fontos. A másik pedig, amit mond ez az ember a példabeszédben, hogy egyrészt majd később leszek boldog, másrészt, amikor majd boldog leszek, akkor az abban fog kimerülni, hogy eszem-iszom, jól érzem magamat testileg. Karácsony után tudjuk a legjobban, hogy mennyire túl vagyunk terhelve evés-ivás és hasonlók szempontjából. Amikor az ünnepnek erre a fajta részére készülünk, akkor érdemes arra is odafigyelni, hogy az ember akkor igazán boldog, hogyha egyensúlyban van a teste és a lelke, egyensúlyban vannak még akár a belső szervei is. És nem véletlen, hogy a nagy ünnepeket mindig egy kicsi koplalás, mindig egy kicsi önmegtartóztatás előzi meg, akár a gyomrunkat, akár a lelki életünket, akár az emberekkel való kapcsolatunkat illetőleg, mert érdemes ebben a tekintetben is egyensúlyra törekedni. Azt mondja ez az ember, hogy akkor leszek boldog, ha majd később lesz. Azt mondja, hogy akkor leszek boldog, hogyha mindenem, amire vágyom testileg, megvalósul. És mit mond neki Jézus Krisztus által az Isten ebben a példabeszédben? Még ma éjjel számon kérik lelkedet. Mindaz, amit gyűjtöttél, mindaz, amiről azt gondoltad, hogy téged majd boldoggá fog tenni később, az kié lesz. Nyilván unokáké, gyerekeké, de nem az övé, aki vágyott volna rá. Éppen ezért érdemes még kihasználni a mostani időszakot, érdemes azokkal az emberekkel, azokkal a dolgokkal foglalkozni, amelyek már most örömet okoznak nekünk, és nem csak várni, hogy majd később legyen jó nekünk. Az ember test és lélek, akkor van jó érzés az embernek, hogyha mind a kettő megkapja magáit. Mondja az Úristen, hogy ne tolódjunk el egyik vagy másik irányba, hanem adjuk meg, ami a testünknek szükséges nyilván, de ne feledkezzünk el a lelkünknek a boldogságáról sem, a lelkünknek az igényeiről, az emberi kapcsolatokról, a másikkal való jó cselekedetekről, a másikkal való beszélgetésről, azokról a dolgokról, amelyek elsősorban a családi életünkhöz, a társadalmi életünkhöz, a másikkal való kapcsolathoz tartozik, és ne feledkezzünk el a Jóistenről. Ne feledkezzünk el arról, hogy a kapcsolati rendszerünk az nem csak ebben a vízszintes világban jobbra és balra, előre és hátra működik, hanem felfelé is. Az Úristennel való kapcsolatunkat ugyanúgy ápolni kell, mint az emberekkel való kapcsolatunkat. Ne feledkezzünk el az egyensúlyunknak erről a részéről sem. Ekkor lesz boldog a karácsonyunk, ekkor lesz majd boldog az az időszak, amit arra szánunk, hogy jól érezzük magunkat, hogy boldogságot érezzünk, hogy az Istennek, az Istennel és az emberrel való kapcsolatunkban meglegyen mindaz, amire vágyunk,
mindaz, amit most még csak jövőként képzelünk el, de mindaz, ami karácsonykor majd reményünk szerint meg is valósul a szívünkben és a lelkünkben. Amen. Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen. Mondjuk mindnyájan teljes lelkünkből és teljes elménkből mondjuk. Mindenható Úrunk, Atyáinknak, Istenek, írunk téged, hallgass meg minket és könyörülj. Könyörülj rajtunk, Isten, a te nagy irgalmasságod szerint, kérünk téged, hallgass meg minket és könyörülj. Könyörögjünk még szentséges egyetemes főpásztorunk Ferenc pápáért, Isten szerető Milán és Nílus püspökeinkért, lelki atyáink és Krisztusban minden atyánk fiáért. Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz. Könyörögjünk még az itt jelenlévő stőlen nagy és bőkegyelmeket váró népért, a mi jótevőinkért, s minden igaz hitő keresztényért. Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz. Lelkek és testek orvosa meghatott és töredelmes szívvel esedezünk hozzád, és sóhajtva kiáltjuk. Gyógyítsd beteg István szolgált fájdalmait, orvosold lelki és testi szenvedéseit, és mint könyörületes, bocsásd meg minden szándékosan és akaratlanul elkövetett vétkezéseit. Gyorsan emelt fel őt betegsége ágyából, kérünk téged, hallgass meg minket, és könyörülj! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Ti nem akarod a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Kegyelmezz beteg István testvérünknek, és könyörülj rajta, irgalmas! Tiltsd el a fájdalmat, távolíts el minden szenvedést és betegséget, enyhítsd a hideget és hőséget. Terjeszd ki hatalmas kezedet, és mint Jairus leányát, betegség ágyából emelt fel, stedd őt egészségessé. Kérünk téged, hallgass meg minket, és könyörülj! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Ki érintéseddel Péter anyósának lázát meggyógyítottad, minden gyógyerők forrása könyörületed szerint gyógyítsd meg veszélyesen szenvedő István szolgált betegségét. Gyorsan adj neki egészséget, buzgón kérünk téged, hallgass meg minket, és könyörülj! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Könyörögjünk még Isten elhunyt szolgálójának, Annának lelki nyugalmáért és minden szándékosan és akaratlanul elkövetett vétkeinek bocsánatáért. Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Hogy az Úristen helyezze a lelkét, hol az igazak megnyugosznak. Uram, irgalmazz! Irgalmas és ember szerető Isten vagy, és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor is örökkön örökké. Az ellenítő.
szentséges egyetemes főpásztorunk Ferenc pápáról, Isten szerető Milán és Nílus püspökeinkről, az összes papságról és az egész egyházi rendről, ezen szent hajléknak boldog és örökemlékű alapítóiról és jótevőiről, és mindnyájatokról igazhitő keresztények emlékezzék meg az Úristen az ő országában, mindig, most és mindenkor és örökkön örökké. Ámen, mert a mindennek királyát fogadjuk, kivált hatalmul hordoznak az angyali rendek. Alleluja, alleluja, alleluja. A te egyszülött fiadnak irgalma által, kivel áldott vagy legszentebb jóságos és elevenítő lelkeddel együtt, most is mindenkor és örökkön örökké. Ámen. Békesség mindnyájatoknak. És a te lelkednek. Szeressük egymást, hogy egyetértőleg valljuk. Az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket, az egy valóságú és osztatlan szent háromságot. Az ajtókat bölcsességben figyelmezzünk. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennyek és földnek minden látható és láthatatlan dolgoknak teremtőjében, és az egy Úrban, Krisztus Jézusban, Isten egyszülött fiában, ki az Atyától öröktől fogva született, világosság a világosságtól, igaz Istentől, aki született és nem teremtetett, ki az Atyával egy valóságú, ki által mindenek lettek, aki mi életünk emberekért és a mi üdvösségünkért mennyből alászállott, és megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberré lett, és megfeszítetett mi életünk Poncius Pilátussal, és szenvedett és eltemettetett, és föltámadott harmadnapon az írások szerint, és fölment a mennyekben, és ő az Atyának jobbján, és ismét eljövendő dicsőséggel ítélni eleveneket és holtakat, és az ő országának nem lesz vége, és a Szentlélekben, Úrban és elevenítőkben, ki az Atyából és Fiútól származik, ki az Atyából és Fiúval együtt imádhatik és dicsőítetik, ki szólott a proféták által. Hiszek egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban. Vallok egy kerességet a bűnök bocsánatára. Várom a holtak föltámadását és a jövendő örök életet. Amen. Álljunk élően, álljunk félelemmel, figyelmezzünk, hogy a szent áldozatot békességben fölajánljuk. A békesség írva. Jézus Krisztus maraszt, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek közöltetése legyen mindnyájatokkal. És a te lelkeddel emeljük föl szívünket. Fölemeljük az Úrhoz. Adjunk hálát az Úrnak. Méltó és igazság. Győzelmi éneket énekelvén kiáltván, hangoztatván és mondván. Szent, szent, szent.
seregek ura, egyétek, ez az én testembe érettetek, megtöretik a bűnök bocsánatára. Ígyatok ebből mindnyájan, ez az én vérem az új szövetségi, mely érettetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Tieidet a tieidből, néked ajánljuk föl, minnyájunkért és mindenekért. Megtartózkodókért, sírből megdicsült minden igaz lélekért, kivált képen, legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső királynénkért, az Isten szülő és mindenkor Szűz Máriáért. Valóban méltó dicsérni, téged Isten szülő, a boldogságos és szeplőtelen, és a mi Istenünknek anyja, első között emlékezzél meg a szentséges főpásztorunk Ferenc pápáról, és Isten szerető Milán és Nélus püspökeinkről, s tartsd meg őket szent egyházaidnak békességben, épségben, tisztességben, egészségben és hosszú életben, a te igazságod igényének helyes hirdetésére. És mindnyájunkról, és mindenekről, és mindnyájunkról, és mindenekről. És hadd, hogy egy szájjal és egy szívvel dicsőítsük és magasztaljuk a te legtisztesebb és fölséges nevedet, Atya és Fiú és Szent Lélek, most is mindenkor és örökkön örökké. Ámen. És legyen a mi nagy Istenünk és üdvözítő Jézus Krisztusunk kegyelme mindnyájatokkal. És a te lelkeddel. Minden szentekről megemlékezvén ismét és ismét békességben könyörögjünk az Úrhoz. Uram, a bemutatott és megszentelt drága ajándékokért könyörögjünk az Úrhoz. Uram, irgalmazd! Ennek egyelmes Istenünk kedves lelkillagyanánt elfogadván azokat szent mennyei és szellemi oltárára, küldje le nekünk Isteni malasztját, a szent lélek ajándékát, könyörögjünk az Úrhoz. Uram, irgalmazd! Mentsen meg minket minden aggódástól, a haragtól és szükségtől, könyörögjünk az Úrhoz. Uram, irgalmazd! Föltalmazd, ments meg, könyörülj és őrizd meg minket Isten a te kegyelmeddel. Uram, irgalmazd! Ezen egész napot tökéletesen szentül, békességben és vétek nélkül töltsük el, kérjük az Úrtól. Add meg, Uram! Békesség angyalát, a hűséges vezetőt, lelkünk és testünk közőjét kérjük az Úrtól. Add meg, Uram!
bűneink és vétségeink bocsánatát és elengedését kérjük az Úrtól. Amen, Uram! Jókat és hasznosakat lelkünknek és a világnak békességet kérjünk az Úrtól. Amen, Uram! Hogy életünknek hátralévő részét békében és bűnbánatban töltsük, kérjük az Úrtól. Amen, Uram! Hogy életünket keresztény módon gyötrelem és szégyen nélkül végezzük be, s hogy Krisztus félelmetes ítélő széke előtt jó feleletet adjunk, kérjük az Úrtól. Add meg, Uram! A hitnek egységét s a Szentlélek közöltetését kérvén növünket egymást egész életünket, Krisztus Istenünknek ajánljuk. Néved, Uram! És méltass minket, Urunk, hogy bizalommal elítélés nélkül bátorkodjunk téged mennye Isten atyánknak nevezni és mondani. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, amint mi is megbocsájtunk az ellenünk vétőknek, és ne vidd minket a kísértésbe, de szabadíts meg a mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szent Lélek, most és mindenkor is örökkön örökké. Ámen. Békesség mindnyájatoknak. És a gyerekednek. Fejeteket hajtsátok meg az Úrnak. Néked, Uram. Egyszülött fiadnak kegyelme, irgalma és ember szeretete által, kivel áldott vagy legszentebb, jóságos és elevenítő lelkeddel együtt, most és mindenkor és örökkön örökké. Figyelmezzünk, szentség a szenteknek. Ki a világra jöttél üdvözíteni a bűnösöket, akik között az első én vagyok. A te titkos vacsorádnak részesévé fogadj meg engem, Isten fia, mert nem mondom ki ellenségeimnek a titkot, sem csókot nem adok neked, mint Judás, hanem mint a gonosztevő meghallott téved. Emlékezzél meg rólam, Uram, midőn eljössz a te országodba. Emlékezzél meg rólam, uralkodom, midőn eljössz a te országodba. Emlékezzél meg rólam, szent, midőn eljössz a te országodba. Ne váljék, Uram, mit életemre vagy kárhozatomra, a te szent titkaikba való részesülés, hanem lelkem és testem megjobbulására. Hiszen, Uram, és hallom, hogy ez, amiben most részesülök, valóban a te valóságos, legtisztább szent tested, s a te valóságos elevenítő szent véred. Kérlek add, hogy ezeket méltóan vegyem magamhoz, a bűneim bocsánatára és az örök életre. Amen. Isten félelemmel, hittel és szeretettel közeledjetek. Áldott ki az Úr nevébe, ő Isten az Úr, ki megjelent nékünk. Ránk van jegyezve, Uram, orcád világossága, örömöt adtál szívünkből, adtál szívünkből.
szentében és vérében minden bocsánat az örökélet. Amen. Istennek méltatlan szolgálat. És vérében minden bocsánat az örökélet. Amen. Istennek méltatlan szolgálója részesítetik minőnök. Jézus Krisztusnak drága legszentebb, legtisztább belevenítő testében és vérében minden bocsánatára és az örök életre. Amen. Áldjon meg téged az Úr Sionból és őrizzen meg téged. Istennek méltatlan szolgálója részesítetik. Vérében. Bűnnek bocsánat az örök élet. Amen. Istennek méltatlan szolgálója részesítetik minőnök. Jézus Krisztusnak drága legszentebb, legtisztább belevenítő testében és vérében bűnnek bocsánat az örök életre. Amen. Üdvözítsd Isten a tenn népedet, és áld meg a te örökségedet. Sok eszendővel, Uram, láttuk az igazi világosságot, lehetünk a mennyei szent lelket, mert találtuk az igaz hitet, imádjuk az oszhatatlan szent háromságot, mert ez üdvözítesz minket. Áldottam Istenünk, öröktől fogva most is, mindenkor és örökkön örökké. Ámen. Teljenek be ajkaink, részesülvén Krisztusnak szent legtisztább, halhatatlan mennyei elevenítő és félelmetes titkaiban méltón adjunk hálát az Úrnak. Uram, irgalmaz! Oltalmaz, ments meg, könyörülj és őrizd meg minket, Isten, a te kegyelmeddel! Uram, irgalmaz! Az egész napnak tökéletes, szent, békességes és vétek nélküli eltöltését kérvi, nőmunkat egymás egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk. Mert te vagy a mi megszentelésünk, és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szent Lélek, most is mindenkor és örökkön örökké. Ámen. Békével távozzunk. Az Úr nevében, Uram, irgalmaz. Uram, ki megáldod a téged áldókat, és megszenteled a benned bízókat, üdvözít népedet, és áld meg örökségedet, egyházad teljességét őrizd meg. Szenteld meg azokat, akik házalékességét szeretik, te viszont te dicsőítsd meg őket isteni erőddel, és ne hagyj el minket, kik benned bízunk. Ajándékozz békességet a te világodnak, egyházaidnak, papjaidnak és minden népednek, mert minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről van, leszállván tőled a világosság Atyától. És téged dicsőítünk, imádunk, s neked hálát adunk, Atya és Fiú és Szent Lélek, most is mindenkor és örökkön örökké. Ámen. Áldott legyen az Úr neve, mostantól mindörökké, mostantól mindörökké. Az Úr áldására álltok az ő kegyelmével és ember szeretetével, mi most
most is mindenkor is örökkön örökké. Ámen. Dicsőség néked, Krisztus Istenünk, ami reménység, dicsőség néked. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Ámen. Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Atyátás, Uram! Halottaiból föltámadt Krisztus igaz Istenünk az ő legtisztább anyjának, a szent, dicső és mindenek fölött dicséretes apostoloknak, Aranyszáj Szent János Konstantinápoly főpüspökének, szent és istenik letettségű atyáinknak és minden szenteinek esdezései által könyörüljön rajtunk és dözítsen minket, mint jóságos és ember szerető. Ámen. Krisztusban, kedves testvérek, szeretettel hirdetem, hogy következő héten ünnepünk van, 9-én az Isten szülő fogantatásának az ünnepét üljük, majd a liturgiát a szokásos módon fogjuk majd ünnepelni. Utána hittanóra szokásos rendben, ami azt jelenti, hogy szerdán ugyanúgy egy órától fogok jönni, mint ahogyan szoktam általában, és vasárnap pedig szintén szokásos módon görög liturgia lesz, 10 óra 30 perckor, ugyanúgy találkozunk, mint ahogyan a mai napon. Még fontos hirdetni való kettő van igazából. Az egyik az december 15-ére jövő vasárnapra vonatkozik. December 15-én a görögkatolikus egyház felelős a beregszászi gyertyagyújtásnak a megszervezésért. 3 órától lehet menni kántálni az egyházközségeknek, tehát délután 3-tól. 4 órától kezdődik maga a gyertyagyújtási ünnepség, és 5 órától pedig a Laudícia kórus fog majd jönni, nagyon-nagyon szépen énekelnek, érdemes őket meghallgatni, majd a főiskolának a dísztermében fognak ők is előadni, úgyhogy szeretettel várnak a szervezők mindenkit, ez az egyik. A másik hirdetés pedig, hogy a Caritas, a görögkatolikus Caritas gyűjtést szervez mindenki tetszése és belátása szerint, akár mosószer, mosogatószerrel, akár élelmiszerrel, akár ruhával tudja segíteni a szegényebb testvéreket, és egészen december 15-ig lesz majd a gyűjtés, majd én fogom elszállítani új helybe, és akkor ott majd szétválogatják, és majd karácsonykor szétosztogatják a megfelelő helyekre. Aki ebben érez kedvet és szeretne hozzájárulni, szeretettel várjuk majd az adományokat. Köszönöm szépen a tévének is, hogy itt volt, üdvözlöm minden is a tévében a 21-es csatornát néző nézőket, és kívánok mindnyájuk számára már így előre boldog karácsonyi ünneplést. Dicsőség Jézus Krisztusnak! Egek királya, Mária segíts, Jézusnak szent anyja, Mária segíts, ó segíts mi rajtunk, így hozzá sohajtunk, Mária segíts. Karácsonyra készülve az egyház községekben elvégezzük a liturgiákat, és ezekben a liturgiákban újra és újra előjönnek a karácsonyt megelőző evangéliumi szakaszoknak a mondani valói, amelyek mind-mind arra próbálnak bennünket vezetni, hogy a lehető legteljesebb módon éljük meg a karácsonynak az ünnepét. Hogyha karácsonyra gondolunk, akkor elsősorban Jézus Krisztus születését ünnepeljük. 2000 év óta nagyon sok mindennel kibővült ez az ünnep, és azt vesszük észre, hogy ezek a kibővített, hozzáadott dolgok talán egy kicsit el is vesznek az ünnepnek az eredeti lényegéből. Éppen ezért nagyon fontos, hogy odafigyeljünk november 15-től kezdődő evangéliumokra, mert mind-mind arra igyekeznek bennünket tanítani, hogy azokat a dolgokat, amelyek eltérítenek bennünket az ünnepnek az igazi lényegétől, azokat a dolgokat háttérbe szorítsuk, és helyette inkább olyan dolgokra koncentráljunk, mint
ami a karácsony lényegével összeegyeztethető. Ezen a mai vasárnapon felolvastuk az efezusi levelet, Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt levelét, és ebben egészen gyakorlati tanácsok vannak arra vonatkozólag, hogy hogyan legyünk igazán jó keresztények, hogyan legyünk Krisztusnak méltó követői. Arról beszél Szent Pál apostol, hogy az igazi keresztény ember igazságban él, az igazi keresztény ember mentes a világnak a csábító működésétől, és nem léhaságban, borisszaságban, hanem az Istennek a kegyelmében igyekszik élni az életét. Ehhez kapcsolódott a mai evangéliumi szakaszunk is, ami elsősorban arról az egyensúlyról szólt, ami az embernek a testében és a lelkében megvalósul, az ember test és lélek kettőnek az egysége. Ennek az egyensúlynak az alapvető része az, hogy odafigyelünk Jézus Krisztusnak az evangéliumára. Odafigyelünk arra, hogy hétről hétre mit mond nekünk, hogyan készít bennünket a saját eljövetelének az idejére. Karácsonyig már nem sok időnk van hátra, ebben a maradék időben, maradék napban, maradék egy-két hétben érdemes lelkünket arra készíteni, hogy mindazok a dolgok, elsősorban az emberi kapcsolataink, amik nem a világnak az anyagi részétől függenek, hanem inkább a testvéri közösségünknek a megélésétől, ezeknek a kapcsolatoknak az összességét a lehető legteljesebb módon tudjuk megélni. Mint ahogyan a mai evangéliumnak a főszereplője Jézus Krisztus példabeszédében a gazdag embernek a világhoz, az anyagi dolgokhoz való viszonyulása egészen elcsúsztatta azt az egyensúlyt, amire mi itt készülünk ebben a 40 napban, úgy igyekezzünk mi is elkerülni ezeket az elcsúszásokat, hogy megtaláljuk mind a lelkünknek, mind pedig a testünknek azokat a szükséges dolgait, amelyeket érdemes magunkban fejleszteni. Fontos a testi javunknak is az érlelése, fontos a testi javunkkal való foglalkozás, de emellett nem feledkezhetünk el arról, hogy a testünk mellett a lelkünknek is igényei vannak, és ezeket az igényeket biztosítani kell ahhoz, hogy egyensúlyban legyünk, ahhoz, hogy test lélekként tudjuk várni Jézus Krisztusnak az eljövetelét.